A Helicon parlagisas védelmi Life Plus projekt 2014. novemberében tartott országos szakmai találkozóján még mindenki bízott benne, hogy ebben az évben, 10 év óta először, nem történt parlagisas mérgezés. Ám sajnos nem így történt. December 14-én a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság illetékességi területén találtak egy fiatal parlagisast. Mivel egy évvel korábban a Tokaji hegy közelében gyűrűzték meg, a Tokaj nevet kapta. Amikor rátaláltak, nagyon rossz állapotban volt, ezért a fővárosi állat- és növénykertbe szállították. Az állatorvosok rögtön felismerték, hogy Tokaj mérgezés áldozata lett. Sajnos a magyarországi parlagisas állományra az egyik legjellemzőbb veszélyeztető tényező az az, mondjuk más egyebek mellett, hogy rendszeresen akadnak mérgezéses esetek. Ezek vagy szándékosak, vagy véletlenek, de minden esetre ez egy komoly természetvédelmi probléma. Az elmúlt néhány évben, amióta egy komoly összefogás van a sasok védelme és ezen belül a mérgezéses esetek visszaszorítása érdekében, azóta 75 ilyen mérgezéses eset fordul elő, és ezek sajnos az esetek nagy részében halálosak, tehát már nagyon rossz állapotban kerülnek be az állatok, mire kezelni lehet őket. A 75 mérgezett sas a magyarországi költőállomány egynegyedének felel meg. Így a mérgezések, amellett, hogy rendkívüli szenvedést okoznak az áldozatoknak, komoly veszélyt jelentenek a faj fennmaradására. A tünetek alapján nyilván azonnal a mérgezésre, mivel az a gyanú merült fel, a görcsös lábtartás, az ilyen idegrendszeri tünetek, ez alapján azonnal mérgezésre, karbofurán mérgezésre kezeltük, és arra nagyon jól reagált, igen. Nem volt teljesen magánál, ahhoz képest azért az általási beavatkozás követően a következő nap már evett is, ugye? Okay. És azóta teljesen visszaszerezte a kondícióját, a lábai teljesen rendbe jöttek. Teljesen magánál van, szóval a sebei is itt a farok tollai, mint mutattam, ahol valószínűleg valami másik, valami állat megtámadhatta, amíg nem volt teljesen magánál, az is úgy néz ki, hogy teljesen rendbe jött. Tulajdonképpen a mérgezéses tüneteket most már nem mutatja, még egy kicsit erősödnie kell, mondjuk nagyjából egy hetet, és akkor utána el lehet engedni, tehát őt vissza lehet engedni a szabad természetbe. A visszaengedés előtt azonban Tokaj fontos feladatot kap. Felszerelik egy műholdas jeladóval. A későbbiek során a madár hollétéről nyert információ hozzájárul majd a faj védelmével kapcsolatos döntésekhez. Emellett Tokaj személyes biztonságához is jól jöhet, hogy mostantól mindig tudják, merre jár. Egy héttel később. Tokaj szabadon engedésére december 17-én került sor Békés megyében. Yeah, I was
a kutatók vért vesznek a madártól, amit a projektben fontos szerepet játszó genetikai vizsgálatokhoz használnak majd. Tokaj DNS új lenyomata bekerül a központi adatbázisba, így nyomon követhetővé válik, ha valahol letelepedik, és azt is tudni lehet majd, hogy mely fiókák származnak tőle. Azt a helyszínt választottuk nagyjából, ahol megkerült. Az elengedés jól sikerült, ahogy az lenni szokott, ilyenkor ugye ez egy nagy stressz a madárnak, az elején megpróbált kvázi láthatatlan maradni, nem ment el. Ezután, amikor kicsit megpiszkáltuk, akkor szerencsére jól repült, jól mutatta, hogy a jeladósa zavarja, jó kondícióban van. Ilyenkor ez jellemző, hogy néhány száz méterre leül, ott kifújja magát, egyáltalán fölfogja, hogy most már szabad, és ezután valószínű, hogy a elkövetkezendő néhány órában még itt lesz a környéken, ha se kizárt, hogy több napig is itt lesz a környéken, és utána pedig a többi fiatal madárra jellemző viselkedést fogja reméljük mutatni. Tokaj eddigi rövid kis élete során már is komoly megpróbáltatásokon esett át. Reméljük, hogy a következő akár fél évszázadban zavartalanul gazdagítja génállományával Közép-Európa parlagisas populációját.